Köszönöm a kedves nézőket, én Ábrám Robert vagyok, és ez itt a külön vélemény. Lukács Adorja helyett pedig ezen a héten is Varga Ádám foglal mellettem helyet, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy beugrott az épp betegségből lábadozó Adorján helyett. Remélem azért, hogy köszönöm a meghívást, remélem jobban van a Adorján mandulája azóta már, ez most már nem a mandula? Nem tudom, mert hát már ízes a harmadik hete nem lehet vele találkozni, annyira beteg a mandula. Íz... Szerintem hajbeültetése volt. Lehet, hogy hajbeültetés? Na, na csak Vagy be. nem váltó műzét, igaz? Ennyi, és akkor... a itt nem. egy ilyen kis cica de képzeld el, a, a múlt is megemlékeztünk róla, hogy szegényként beteg, és nekem nagyon pozitív élmény, hogy szólt az adója, hogy rengeteg olvasói levelet kapott, hogy aggódnak ilyet, és kérdezték, hogy hogy van az egészségügyi állapota, és a többi is kérdezte, hogy miket mondtunk róla, mert hogy egy picit, mintha túltoltuk volna, mert hogy konkrétan úgy írnak neki, mint aki a halálán van. És mondta, hogy nem, nem tud beszélni a mandulájával. Jó, akkor tisztázzuk, a manduláját nem Ukrajnában műtik, aggodalom arra semmi jó, jó kezekben van. Az, hogy most hogy fog visszatérni, és tényleg, én kételkedem ebben a mandulában, szerintem kamuzik. Nem tudom, de nekem nagyon gyanús, hogy nekem sem veszi fel a telefont három hette és ragaszkodik az írás. Volt, hát, el... <laughs> <Ugye, ugye? gül> Volt egy ismerősöm, aki elment. Reméljük, hogy nem előzetesben van. Ugye, ugye. Majd megyünk beszélőre. Volt egy ismerősöm, aki elment, bejelentett, hát megyek akkor orvoshoz, minden. És akkor minden kollégák, oké, hát orvoshoz mész, oké. És visszajött egy hét múlva ilyen szemekkel, így kippeckelve. Jó, és építkezési beavatkozás mert, a Ő, elment fölvaratni a szemére majkát, nem töltötte a személyet fölvaratott. szemére majkát mondtál először? Igen, azt mondtam, de a, de a valamit fölvaratott az arcán, <laughs> és akkor így jött vissza, így kihúzott arccal, és akkor az úgy néztek rá, hogy mi van vele, mi hol voltál te? Nem tudom, miről beszélsz. Na, <laughs> hát az az igazság, hogy, hogy a központi témánk nem áll olyan túl messze a felvezetéstől, ugyanis a mesékről lesz szó. Hát igen, akkor Adorjánnak a meséjét is, nem tudom, előveszük -e, de igen, igen. Akkor Na kicsit áthallásos el. gyanúsítgatásnak tűnik, de igen. Na, szóval mindenek előtt, mindenek előtt, az érdekelne, hogy szerinted mennyire van egy ember életére és úgy általában a szocializációjára befolyással a gyermekkori mese élménye? Vagy mennyire fontos a, a mesék szerepe abban, hogy később milyen emberével valaki? Hát abszolút, hát a gyerek a meséken keresztül tanul, a meséken keresztül ismeri meg a világot, a mesék úgy vannak megírva, amin keresztül azért, hogy mondjam, valamilyen szinten a, a, a világ, hogy ő meg tudja érteni. Tehát rengeteg minden meséken keresztül van megírva, a, az összes ilyen, a, hát ami most már ugye mi Disney meseként ismerjük, meg Hófehérke, meg a Kishablány, meg ezek azért olyan, hogy mondjam, egyszerű meséknek tűnik, de azért olyan komplex élethelyzeteket is vázolnak föl, aminek a, amin keresztül a gyerek azért úgy megpróbálja megérteni, vagy megpróbálja megértetni vele a világot. És hát ugye emlékszünk mondjuk a, annak idején, nyilván a korhoz igazítják ezeket a meséket, és például ott volt a a Jancsi és Juliska ott azért mi még szerintem te is vasórubábára emlékszel, gondolom, de a németek azt nagyon rubábának írták, és nem véletlenül lakott ő a falu szélén, hanem mert kitelepítették. Tehát ott azért abban a korban az egy teljesen másik betülete volt, mint amely, hogy mi ismerjük, de maga a lényeg az, hogy hogy azért ennek, ezeken, ezeken keresztül az író azt szerette volna, ezeken keresztül tanítsa, tanítsa meg a gyereknek a világot. Az, hogy most, mert ugye ez az íróba benne van az a szándék, hogy mit akar üzenni, ahogyan egy vélemény, egy véleményes cikkes újságíró is leírja a véleményét, és üzenni akar a világnak, a mesekönyvíró is valamire akarja tanítani a gyereket. A kérdés már csak az, hogy mire, hogy, hogy mire akarja tanítani. És hogy ki? Mert hogy nem tehát a, a politikai és közélet iránt érdeklődő nézők, illetve rádióhallgatók kedvéért, azért szórakohannunk szóval egy picit előre, és mondjuk, hogy miért fontos, a mesékről beszélni. Többek között rengeteg olyan téma felvetődött a, a, az elmúlt évekbe, hogy bizonyos érdekek mentén is bizonyos lobbik elkezdték megcélozni kőkeményen a gyermekeket, és ebből titkot nem is csinálnak. És hát egy magyarországi csodás példája a csodás idézőjelben. Ez a, ez a Tótavi Árpádféle gyermekmagazin, amit ugye bejelentett, hogy politika és közéleti tartalommal akar eljutni a gyerekekhez, mindezt egy ilyen gyermekeknek szóló újság, aztán később kiderült, hogy nem csak egy egy, egy online újságról van szó, hanem egy applikációba illesztett online újságról formájában tenni, aminek a neve kispolgár. És már önmagában ez is egy... egy, egy, egy különbeszélgetés is témája lehetne, de itt a legfontosabb azért van előttem a telefon, mert hogy az Action for Democracy, tehát a Korányi Dávid, tehát a... Az Karácsony Ameri Gergely mozgalmát pénzelő. Hát mondjuk úgy, hogy az amerikai Deep State Magyarországért felelős táskás embere, az bejelentette, és nyilatkoztak az ügyben, hogy az Action for Democracy támogatja tótaviárpádnak Árpádnak ezt a gyermek újságát, és hogy mielőtt bárki azt hinné, hogy itt ez valami propaganda, ezt a, a, a liberális érdekkörbe tartozó média egy között, de majd pedig Tótavi Árpád személyesen is ezen a, a gyermek újságnak a kezdetleges honlapján beszámolt büszkén arról, hogy Korányi Dávidot és az Action for Democracy-t, mint támogató tudhatja maga mögött, és hát mondom, minden illetékes beszélt erről, és, és beismerték, hogy az amerikai székelyű non-profit szervezet az egyik fő támogató a kispolgár mögött. Jó. És ugye Tóta v még csak annyit engedj meg, hogy tótavi mm. arról beszélt, hogy azért nagyon fontos a gyerekeket megcélozni ezekkel a közéleti tartalmakkal, politikai tartalmakkal, mert inkább fogalmazzunk úgy, hogy ideológiai úttereléssel, mert hogy ők hosszú távon gondolkodnak, 10-20 év múlva is szükségük van olvasóra, mondja ő, valójában nem olvasóra van szükségük, hanem... hanem biorobotra. Biorobotra, aki, aki kanyar mind a világot, amit ők hétről hétre, napról napra le. Uh, igen. Hát figyelj, nézd, mondok egy olyat neked, akkor. Két dolgot igazából azzal a korány is féle támogatással, pénzügyeléssel, meg ilyenekkel. Az egyik az, hogy hogy én ezt megértem, én látok összefüggés, hogy az Action for Democracy pénzére ezt a mesekönyvet, már pedig azért, mert amennyi mesét ők beadtak arról a sok kampánypénzről, úgy nekünk, mint a gazdáiknak, akik ezt a pénzt adták, tehát szerintem, hogy mondjam, szerintem azért már simán kiadhatnak egy mesekönyvet. Igen, mert ugye ezt arra, arra érted gondolom, hogy az Action for democracy eddig nem úgy tudtunk, mint ami meseproducerként üzemelne. Nem úgy tudtunk, de valószínűleg ebben. De utaztak, színűleg, utaztak valószínűleg belefér. A, bár, bár, a másik gondolat pedig még az, hogy, hogy ez a mesekönyv gyerekeknek, hát én azért az ismerősi körömben azért van pár gyerekes család, anyuka, apuka, stb. És rendszeresen hallom tőlük, hogy az 5-8 éves gyerekük, iskolában, oda folyamatosan politizál, képzeld el. Hát mi más, nem, mi, mi, mi más érdekelne egy gyereket, egy 6-10 éves gyereket, mint a politika. Ő meg akarja érteni a politikát, Meséken keresztül is. És nyilván egy óriási piaci részt akar lefedni Tótavé, egy nagy lófütyöt. De hogy akar ő? Elmondom, mi fog történni. A gyerek biztos, hogy nem magának fogja olvasni a mesét. Erre, ez, 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 akinek van gyereke, vagy akinek valaha, aki valaha volt egy gyerek, és ugye a szülei olvastak mesét, azt ugye nem ül le a könyvvel és olvasgatja. Mi történik? Ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon ez ügyes taktika, mert ha belegondolsz, ezzel egy füst alatt, egy füst alatt indoktrinálják a szülőt és gyereket, mert a szülővel olvastatják, a gyereknek. A gyerek hallgatja a szülő olvasatát Egyszerre két emberhez juttatják el ezt az ideológiát, és kérdés az, hogy ugye. Nagyon ügyesen csinálják azt, kérdés az, hogy ez mennyire lesz, mennyire lesz ennek közönsége Magyarországon, mert arra gondolok, hogy akinek akinek Tóta Vérpát könyvekkel, könyve kell, az valószínűleg Pride-ra is kiviszi a gyerekét. Ott nincs mit menteni. De aki meg, meg, aki meg elfből sem viszi Pride-ra a gyerekét, az nem biztos, hogy megveszi Tóta a könyvét. Érted most, mit akarok mondani? Abszolút, igen, értem. Csak emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy 87-es születésű vagyok, és én még egy olyan világban nőttem föl, amikor ezek az erők még nem voltak ennyire jól láthatóak a világban, amikről ma beszélgetünk, és nem is volt ennyire kiforrott taktikájuk, mint manapság. És akkor még a, a, a Kitas aspektas. nem használták ennyire tudatosan politikai célzattal, vagy nem volt ennyire tudatosan meg, célozva az alsó vagy korosztály, vagy. korosztály, bár ez sem igaz, mert például az úttörőtáborok és a többi már szintén ennek a részei voltak. De nem a... volt ennyire minden de nem, volt, de nem ennyire alacsonyra vitték le a mércét, tehát nem négy-öt éves gyerekekkel akarták kezdeni ezt az ideológiai hát, bocsánat, német, Ha német óvodákban azt oktatják, hogy hogyan lehet maszturbálni, akkor magyarországi iskolások a politikai tartalmat meséken keresztül, ez nem is akkor ugrás. Na, csak visszatérve menetemhez, hogy én gyerekként, amiket láttam meséket, azok meghatározták nagymértékben, hogy milyen ember lettem, sőt, tehát, hogy ne becsüljük alá a mesék erősségét. Sőt, én biztos vagyok benne, ha nem azokat a meséket láttam volna, amiket, akkor én egy teljesen más életutat járok végig. Ha belegondolsz, 87 es születésüként én még olyan mesékkel találkoztam, mint például a magyar népmesék. Hát a magyar népmesék minden egyes epizódjának volt egy konklúziója a végén. Tehát az, hogy egy mese, és hogy a gyerekeknek leköti a figyelmét, az egy nagyon szép dolog, ugyanakkor mindig volt benne egy konklúzió. És ezek a Egy konklúz... üzenet, igen. igen. egy üzenet. Ami ö... egy világosan érthető üzenet. Igen, és ez, ez tanította már, már fiatal korábban a, 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 gyerekeket arra, hogy mi a jó és mi a rossz szerepe, hogy a rossz mindig porújára, a jó mindig elnyeri méltó jutalmát, hogy a furfang az, az mennyire hasznos tulajdonsággal vért az feltéged az életbe, hogy furfanggal sokszor a, a, az adott helyzetedhez méltán jóval előrébb tudsz kerülni, mint ahova egyébként kerülhetnél, ugye mindig a, leg, a legkisebb gyermek győz, a, 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 szegényből lesz a végén királyfi, és a többi. És a másik, hogy, hogy a Nyomorultak című mese, ami nekem ilyen 6-7 éves koromban jött szembe, és voltam rendszeres nézője, az például, ha nincs a Nyomorultak című mese, a Kiskozett és Zsambázsán története, amit imádtam és lebilincselt, akkor biztos vagyok benne, hogy később, amikor az általános iskolában például a, 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 az adit kezdtük tanulni, akkor nem nyitotta volna fel bennem azt az élményt, amit a nyomorultak megalapozott, és nem indultam volna el egy olyan kulturális lányba, amiben meg elindultam. Tehát a kultúra szeretetem, nekem visszavezethető, a téveskori nyomorultak élményemhez. Nem tudom, hogy tudod -e követni, de ez nagyon fontos. Például egy olyan mesét láttam volna, ahol, ahol nem a ahol a, a... ahol a robot azt mondja magára, hogy ő nem bináris, például, igen. Igen, de úgy de, de például ugye a zsámvázsán történet a nyomorultakból, Jó, egy, persze, egy, persze, egy olyan bűnbánó úgy. karakter, aki az adott helyzetből és a negatív előéletéből ki tudott úgy jönni, hogy később az egyik legpozitívabb személyiség lett, és mellett a kis kiskozett küzdelme, az szintén megtanítja az embert arra, hogy, 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 hogy igenis érdemes olyan célokat kitűzni magad elé, amit a társadalom mondjuk nem biztos, hogy neked befókuszálni, neked ez egy elérhető cél. Jó, persze, most tökéletesen értem, amit mondasz, én egy köztünk azért van pár év a, Hát mert, a, mert Ukrajnában nőttél fel, adra. hát, mert, hogy mesék a, voltak. A teje van pár év, viszont mivel én Ukrajnában nőttem fel, azért én úgymond húsz évvel idősebb vagyok nálad. Nem, nem viccelek, tehát hogy a, a lényeg az, hogy ugye a mesék az mindenféleképpen meghatározza azt a gyereknek a világ szemléletét, mert azon keresztül tényleg, ahogy, ahogy azon keresztül megismered, kulturálisan kialakul egy, egy kép belőled a világról, mert igazából a gyerek nem látja a világot, nincsen olyan komplex tudása, átfogó ismeretei, hogy mi a jó, mi a rossz egyszerűen. Ezért, ezért a szülő dolga megtanítani a gyereknek, mi a jó, mi a helyes, mi a helytelen. És most én nem, nem akarom el bagatellizálni, nem akarom el komolytalankodni ezt, mert ez, 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 ez ettől fajsúlyosabb téma. De én emlékszem arra, hogy gyerekkoromban, öm, nálunk a ment a nem tudom, iskola után, amikor hazért hazaértünk, akkor rögtön a tévé, és akkor ment a Dragon Ball. És ez nálunk az osztályban minden fiú nézte szerintem. Tehát, és ez egy ilyen, hát oké, okay, most verekedős anime, azt látjuk, hogy japán karakterek verekednek egy. ezért kérjétek te a fegyvert Amerikától. Ugye? Ja, <laughs> az de, de, a, de, a, valóságban azért azt megmutatta az a mese, az arról szólt, hogy, hogy a barátságról, az egymásért való kiállásról, a küzdőszellemről, arról, hogy ne add fel, arról, hogy a, a, rossznak is meg tudsz bocsátani. Ezért annak ott olyan komoly üzenetei voltak az elején. Tehát, hogy, hogy mondjam, meg a végén is. Tehát ott az nem lett elpolitizálva, elirányítva. Az egy japán, klasszik japán dolog volt, ami azt mutatta meg neked, hogy, hogy igen, tehát, hogy úgymond, ott, ott, kett, ott, a világ ketté volt osztva, jókra és a rosszakra, és annyira erős képet adott neked arról, hogy a jónak hogyan kell viselkednie, még a rosszakkal szemben is, hogy ezért az úgy, hogy mondjam, az ugye azért meghatározó volt. Mint szerintem akkor minden gyerekkorában állunk. Én mondom, a személyiségnek a fundamentumát, az alapjait a mesélmények vetik meg. Persze. Az olvasmányélmény, élmény, a mesélmény. és ha már ezt így átbeszéltük, és abban már két különböző világban nőttünk fel, ugye te Kárpátalján nőttél föl, én Kelet-Magyarországon, azért nincs csak ettől, Á, amikor, a kettő a nincs közt a robi. Egymástól, de hogy nagyjából ugyanazt, ugyanazt éltük meg, ugyanarra a következtetésre jutunk, és akkor így jön képbe a, a, a mai lobbi tevékenység a gyerekek irányába, hogy ma már ugye arról beszélt, hogy például ezekben a mesékben az, az egyetemben jól tetten érhető, hogy vannak jók, és vannak rosszak és ketté osztja, ketté, osztja, tehát éles a választóvonal, és pontosan meg tudja határozni a gyermek, hogy, ki a hogy rossz, mi a jó ki a... és mi a rossz. Ismerjük a jó tulajdonságokat, ismerjük a rossz tulajdonságokat. Ha kicsit messzebbre akarok menni, akkor amire én mindig célzok, a zsidó-keresztény nyilatkoztatások is erről szólnak, Mózisi törvények, mi a jó, mi a rossz. És manapság ezek, a... tehát a mesében is erről van szó. Manapság ezek a határok szándékos elmosása történik a gyermekeknél, tehát a mai mesék üzenete már az, hogy nincs olyan, hogy jó és rossz, hanem bármi lehet relatív, és Nincs olyan, hogy fiú és lány. Ez, ez, is relatív, nincs olyan, hogy család, az, tehát minden a világon relatív, és fel akarják lazítani ezt az éles határvonalat, ami évszázadeken keresztül megérinthetetlen volt, hogy ma már nincsenek ilyen, ilyen jól körülhatárolt igazságok és jól körülhatárolható törvények, hanem minden csak egy nézőpont kérdése, és pontosan azt a nézőpontot kínálják neked fel, ahonnan legtöbb esetben a jó válik rosszá, és a rossz válik jóvá. Hogy ez ne csak egy üres gondolat, vagy ne csak egy elmélet legyen, ezt most arra kérem a nézőket, hallgatókat, hogy gondolják végig az elmúlt pár év kasszasiker mozifilmjeit, ahol volt a filmben egyfajta főgonosz, akár a bosszúállóknál, a Marvelnél, a Thanos, vagy bárki, a, akár bármelyik ilyen szuperhős filmnél, ami azért egy, egy olyan réteget céloz meg. Gondolkodjunk el rajta, hogy régen a főgonoszok azért voltak gonoszok, mert gonoszak. Azért gonoszkodtak, meg gonoszak. Most, ha megfigyelünk most bármelyik filmet, most, ez, ez valamilyen fellazítása cél, vagy pedig valami az, hogy szélesebb közeget vonzanak be, nem tudom, hogy ez marketing szempontból hová tehető, de most ha figyeljük meg ezeket a karaktereket, a rossz karaktereket, hogy úgy, jössz le, úgy, úgy állsz fel a film végén, hogy jó, hát azért, azért meg lehet, őt is érteni, hát azért van, jó, de igen, lehet, hogy, hogy mit tudom én, a buszvállalókban, vagy a Galaxis őrzőkben Ronan ki akarta pusztítani, nem tudom, egy egész bolygót, de az azért volt, mert őt is azért megtámad, és tehát az egészet annyira relatívá teszik, értem érdekesebb, nézhetőbb, stb. és sokkal komplexebb az üzenet, de az, hogy a, azt üzenik nekünk, hogy a rossz relatív, a jó is relatív, és igazából őt is meg lehet érteni, az, hogy ez egy gyerekbe is átviszik, ott azért, amikor a gyereknek, ezzel minden igazi, valódi pszichológus egyetért abban, hogy a gyereknek nem szabad elvű, meg szabados nevelésre van szüksége, hanem arra, hogy valamilyen szintű józan észbeli korához mérten korlátok közé tegyék, mert a gyereknek szüksége van a határokra, mert így tud fejlődni. A, úgy fogalmaznék, hogy gyerek olyan, mint egy, mint egy facsemete, amit hogyha nem teszel egy ilyen kis fakeretbe, amit látunk városszerte, akkor a, a különböző szelek abban az irányba hajlítják, amerre csak akarják, amíg ki nem törik. Hadd csatlakozok rá a gondolatodra, és hadd jelezzem a nézőknek és hallgatóknak, hogy ebben a témakörben, amiről te beszéltél, tehát a sikerfilmek és szuperhűség, ebben a témakörben a passzát szeret azt a Netflix fúja. Tehát ma a Netflix fúja annak az irányvonalát, hogy nagyjából mire van igény a filmfogyasztók különböző rétegeiben. De és hát ez a Netflixen. Van, mérik ezt, mérik az a streaming platform, ezért ők ezt tudják mérni, és már, nem, már nincsenek írók, akik ezt megírnak, hanem egy algoritmus kielemzi azt, hogy mi az, amire igény van, és az alapján rakják ezeket a karaktereket. össze. De szerintem meg pontosan, hogy nem mérik, mert a mérés az azt jelenti, hogy kullognak valami után, sokkal inkább ők irányt szabnak, és arra akartam kilukadni, hogy az ősgonosz is ma már a Netflix filmekben főhősként jelenik meg. És aki, aki azt gondolja, hogy ez egy agyament ö, 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 képzelgés, az legyen szíves üsse be a ugye mi Európában, keresztény civilizációban. Én a nyugati világban, ugye? Igen, így van. És akkor hát ebben, a, ebben a keresztény civilizációban hogyan nevezzük a jót, és hogyan nevezzük a gonoszt? A, a jót azt Jézusként apostrofáljuk, a rosszat meg a sátánként apostrofáljuk. Akkor ennek, ennek ügyén üssük be a Netflixen a keresőbe Jézus nevét, nézzük meg, milyen filmet fog kiadni, majd üssük be Lucifer nevét a Netflixen. Mi fog történni? Jézust homoszexuális ábrázolásban jeleníti meg a Netflix, más alternatíva Netflix-en Jézusra kapcsolatban nincs is. Lucifer pedig egy menő, sármos, a nők kedvence rockstárként jeleníti meg, aki nem is gonosz egyébként, hanem tök empatikus, tök segítőkész, tök érdekes. Egy meg, nem, egy meg, nem, értett hős, aki igazából összeveszett a lapjával, és A sármos utas. rossz fiú. A sármos rossz fiú, a sármos rockstár karakterét adják neki, aki már a sorozat elején ö, ö, sportautókkal jár, és mindennel, ami, után döglenek Tehát a nők. Csak annyira a filmben Lucif Lucifer csak annyira rossz, amennyire azt még el tudod fogadni, hogy na jó, ez azért Amennyire mehet. a sárbot sugároz. Na mondok mást, mondok mást, ennek a filmnek sokkal erősebb üzenete van. Láttad a sorozat végét, az utolsó részt? Nem néztem végig az egész sorozatot. Az utolsó részben nagyon-nagyon-nagyon kemény üzenet van. Én megnéztem ezt a sorozatot még nagyon régen, amikor ez kijött. Még azt hiszem Angliában még dolgoztam is, azt hiszem egy ilyen cégnél, akik ezzel foglalkoztak ilyen szegről És az volt a lényeg, hogy Isten ugye az apjuk, hogy az apja lejön, és akkor ő úgymond nyugdíjba megy, ez volt a sorozat. Mondjuk a bibliai, tehát olyan szinten kiforgatták a bibliát, hogy azt, követni nem lehetett, de a lényeg az, hogy, hogy Isten eljött, és akkor ő nyugdíjba ment, elvonult, és kinevezte az utódját, meg legalábbis ugye mondja, meg kellett, ki kellett érdemelni az ő posztját. És a film sorozat vége az, hogy, hogy Lucifer kerül Isten helyére, mert kiérdemli, és egy lángoló pallossal a kezében áll valami emelvényen, ahol a többiek, az összes angyal, az összes démon és minden lény fejet hajt neki. És ez most, a dramaturgért teljesen jól néz ki. Viszont a Netflix ez azt üzente nekünk, hogy Isten helyét átvette az ördög. Igen, és akkor, ha még vele hogy jó, hát ez egy e, persze, Hollywood akkor ajánlom nem szórakoztat, neki... Bocsánat, Hollywood nem szórakoztat, Hollywood ne, programoz. Hollywood programoz, így van pontosan, és a Vogue képviselője a Netflix, és a Vogue pedig kortás sátánizmus, én így hívom, de aki még ekkor is kételyeket érez, az a hogy hát ez egy, ez egy mert ezt is sípoljuk, akkor ez legyen szíves, és nézze meg a szintén Hollywoodban gyártott szuperprodukciókat, videoklippeket, zenei videoklippeket, és nézzék meg például két Peri Dark Horse című ez hát tele van, ahol, 40 perces anyagot tudnak hát egy, a története, oly, így egyült, egyült a története a történet, Hát igen, csak most rövidítsük le. A története ugye arról szól a videoklipnek, és hát itt nincsenek véletlenek, mert hát dollármilliók repkedtek a... a, a, a Tehát a, a, a patika a, mérlegen mérik ki. Arról hát, szól, hogy, hogy a végül, végül a főhős, aki szintén csak Lucifer fölép a piramis legtetejére, és az emberek kutyaként bevódolnak neki, és mindenki meghajol. Pontosan ugyanaz, mint a Bocsánat, Lucifer című sorozat. Ott, ott azért van, ott vannak olyan szimbólumok, ugye, aki a klipben. Csak más akartam ítni, mert olyan hosszú és komplikált. A valaki kutyává vált, de nem valaki változik. Nem az valaki emberiség változik. képviselője. Az, az a, az a személy, az a karakter, aki az egyiptomi mitológiában az emberiség képviselő volt az Istenek előtt. Az emberiség képviselő változik kutyává, míg kétiperi alakot vált, más. más és fölfedi a szárnyait. Fel, és felmászik a piramis tetejére, és onnan hajolnak, tehát azért annak, vagy elmék a Rammsteinnak az új klipje, amikor aztán valami, ott is volt az, hogy kutya, az kutya időből szörnyeket... ki, ha csak a tizedét megemlítenénk. Tehát erről beszélek, hogy, hogy, ezt nem lehet egy, egy, egy véletlen jelenségként ábrázolni, hát ez egy tudatos jelenség, hát ebbe, ebbe, az irányba terelődik minden. És rá. beszéljünk Lil Nas X-ről, amikor a, a sátánnak törköl. azért ott is, ott is, vannak azért olyan motivumok, amik hogyha... Aki Ami a bí... Sam de beszéltünk az összeset, erről szól. erről tehát... szól ez az egész. És azért mondom hogy... mindig... Bevinni a Hollywoodba egy csupor szentelt vizet, hát nem mellettük, érted? Tehát azért mondom azt, hogy a, aki ezt úgy kívánja ezt az egész jelenséget ábrázolni, mint valami progresszív, korszerű dolgot, az óriási tévedésben van, ennek jóval ősibb gyökerei vannak, mint azt az átlag ember gondolni márni, viszont a mi időnk lejárt, egy hét múlva újra jövünk, reméljük, hogy eddig nem már felépül a Vargádámnak köszönöm, hogy itt volt, köszönöm. Önne pedig köszönöm a, a figyelmet, és köszönöm a rádióhallgatóknak, hogy ők is velünk voltak, egy hét múlva jövünk.